Ez a telekek. Egy kis fűnyire a spakolászás a ház körül. Szerencse a víz most lenne, mert lehet. A békák már nyomják a kórust. Vágtam egy csíkot hátrafelé. Egy csíkot itt befelé. Ja, két nyommal hátra mentem oda a kárt végébe is, de most nem megyünk hátra. Hétvégén neki kell ajak, befejezzem az ereszeket. Csak az a baj, hogy a borítót ódalba addig nem tudom betenni, míg alul be nem dobozolom. Vagy végül is alul hagyhatom nyitva, bassza kankó. Mondjuk jobban néznek így bedobozóba, mint elő. Mint elő is van. De csak annyi le kell vágjam a kilógó végeket. Itt a könyékfa a kilógó végeit. És feltegyem ezeket a borító lemezeket. Csak jó lenne alul is bedobozolni, de még anyagot kéne venni, és még több munka meg pénz, úgyhogy úgy hagyom nyitva. Két oldalát csesszék meg, majd a következő tulaj csinálja meg, ha akarja. Ja, a maradék fa anyagokat ide előre gyűjtöttem. Azt, amit kell, felhasználok, se többit, azt majd nem tudom, odaadom ingyen valakinek. Hú, izzadós idő van. A szerencse legalább nem esik az eső. Jó, neki kell a gyerekek hétvégén beindítani a billáncsot, felszerelni a kábelt. A motornak is legalább a kardánt össze kéne rakjuk. Na de a ház a legfontosabb. Mindennel kell haladni, de a ház a legfontosabb. Na jó, sötétedik. Kicsit még itt pakolok. Azzal menjek be, folytatom a gipszkartonozást, festést, és a többit. Most még nagyobb a csend, mint tegnap este. Mi a helyzet, teregek? Egy kis bánti munka alatt. Nem is merek hangosan beszélni, nehogy megtörjem. Na. Feldobtam ide is egy tábla gipszkartont, azért, hogy tudjam a sarkot ide felszegezni a vasat, és megkenni. Tettem ide egy állványt, állást, egy tuba iszikszet. Keresztbe tettem, arra álltam. De fent még fát kellett szegélyem. Hát majd körbe gipszkartonozom itt is, meg itt alul is a maradék gipszkartont ide felverem. Meg oda a mennyezetre is. És akkor ráfasza lesz. Na, hogy mutassam, hol mutassam? Hát nem nagy látnivaló, ugye? Szokásos, megtépeltem. Megkentem a szegeket. És valaki mondta, hogy kár, hogy a gipszkartont a betonfalat nem lehet összehozni, de én összehozom, gyerekek, van nekem egy egyedi technikám. TT-nek hívom. Taknyolós technikának. Ja, hát sajnos ugye a fal nem volt egyenes, és egy kicsit bennebb volt a felső fel a gipszkarton, mint a... De hát összehozom a gipszel, hát a lószor. Megkenem, és egy kicsit megcsalom. Megszárod még egy rendel szélesebb késsel, még végigkenem. És jó van, az úgy szépen egybefestem, egybehengerelem, rollózom, rollerezem, és jó lesz az úgy. Na, ide is papírokot tettem mindenhova, és ennyi. A póc, mi legyen a póca, a gyerekek? Esküszöm. Fele azt mondja, vegyem le, fele azt mondja, hogy hagyjam ott. De hát most mindenképp ott hagyom, amíg befejezem fent ott a melót, és lefestem, de utána azt hiszem le fogom venni. Hát hiába, hogy hasznos, de csúnyas otromba. Ezzel, mikor szépen meg lesz csinálva a vázis, meg minden itt helyére lefestve, akkor nagyon, nagyon útban, nagyon csúnyán fog itt kinézni.
Elveszi az egésznek a varázsát, a szép nagy teremnek a varázsát. Jaj! A végén még esküszöm, mert még ezt is be kell gipszkartonoznom a mennyezetet. És nem foglalkozok. Esetleg csak akkor, hogyha augusztus 9-én azt mondja a bíró, kiadok 4 hónapot, megadja a 120 napot, és akkor itt maradhatok december 9-ig. De nem akarok se télen hazamenni. Na, haza kéne húzzok el minél hamarabb. Szeptember, október. De hogyha én akarom eladni a tanyát, akkor nem tudok. Na mindegy. Legjobb tavasszal lenne hazamenni, de nem akarok még tavaszig itt maradni. Na, csak úgy törődtem, hogy ha minden ilyen szépen meg lesz csinálva, akkor milyen fasza lenne, hogyha a mennyezet és gyönyörű fehér lenne, mint a falak. Velőknek is jobban tetszene, meg nekem is. Na, de mindegy. Le van szórva. Mondom, esetleg, ha lesz sok időm, és nem lesz egyéb dolgom, már mindennel kész leszek. Lesz időm, meg pénzem. Tehát akkor inkább elmenjünk a West Coast-ra egy ilyen 2-3 hetes kirándulásra, nem? Jaj, hagyjuk ezt. Mondom, azt már megcsinálom, mert csúnyán néz ki, hogy ott nincs gipszkarton az oldalaknál. Tehát ez jó néz ki a mennyezet. Meg úgyis van maradék gipszkarton, oda felverem. És jó van az úgy. Lefestem szép fehére. De ez megint túl nagy munka lenne. Kell bérjel kizét, állás, állványt, mit tudom én. Meg lehet csinálni, de minek. Na jó. Ja, le kell bontsam ezt a bolondpócot. Hát nagyon ott romba. Nagyon csúnyan néz ki. Hasznosnak hasznos. De rondalnak is ronda. Na mindegy. Ha lebontom, ha nem, sokat nem fog osztani, szorozni az eladásnál. Nem, akinek nem tetszik, lebontsa. Vagy ha olyan vevőt találok, azt mondja, hogy hú, nagyon tetszik, és itt van, azok ennyit, és megegyezünk. De azért, azt a pócot, bontj már le azt a pócot. Nagyon zavar. No problem. Egy óra alatt lebontom. Na mindegy. Ennyi baj legyen a pósz, gyerekek. Sőt, egyelőre jobb, ha békit hagyok, lefestem fehérre, és hagyom ott, és foglalkozzak egyébben, mert van egyéb dolgom elég. Na jó. Nem is mondok egyebet semmit most már, megint késő van, megint belimentem az éjszakába 3 óra. Úgyhogy hónap találkozunk, gyerekek. Ja, hétvégén nyomunk egy élőadást, szombaton vagy vasárnap. Nem megyek most már be a városba a hétvégén. Terveztem a hétén, hogy bemenjek, de nem megyek be. Mert Zoli barátommal holnap nem tudjuk összeegyeztetni olyan jól a programot. Úgyhogy hétfőn fogunk bemenni. Menjünk Lengyelhez, viszünk csomagot. És ha úgy van, lehet a partra is kimenjünk egyet fürdni, lazulni. Jaj! No. Jó van. Nem tudom már, mit csinálják a sok cuccal itt. Egy részit csak ki kell dobjam, már nem tudok mindent. Mondom, szortírozom dobozokba, de kell itt a hely, ki kell üjítsem, gyerekek. Annak is neki kell, ha kint is dolog van, kint most olyan jó idő van. Nem esett az eső, van egy hetes, úgy néz ki, hogy még egy hétig nem nagyon lesz eső. Habár szombat-vasárnapra, mintha mondtak esőt. De most megint dilemmába vagyok, bent rengeteg dolog van, de kint is van még dolog. Amúgy ma dolgoztam, mielőtt a benti munkaalatokat elkezdtem. Egyik könnyékfal itt levágtam, már ez a legproblémásabb. Ez vezette be a vizet, ugye, mert legaló a többivel még nincs gond. Levágom a többit is, de... Ja, tehát kint is van még munka, bent is van munka. És fogy az idő, gyerekek, most már pánikolok. Most már pánikolok, mert még szűk 3 hetem van. Mondjuk megleszek nagyjából, 3 hét elég, de egyébre nem lesz időm. Azt hiszem partra sem menjünk, nem tudok sehova menni. Egy héten egyszer be a városba csomagot feladni.
És annyi. Muszáj meghúzzam ezt a 3 hetet, gyerekek. Videót is annyit szeretnék csinálni, egyebet. Sajnálom, hogy csak ennyit el tudok adni mostanában. Ezt a napi egy videót így nap végén, de nem tudok, oda kell figyeljek. És annyi dolgom van még, telefonok, e-mailekkel, számítógépen egy csomó munkám van. Klienseim, ők is hívnak, nekik is kell dolgozzak, ugye még egy kicsi pénz jön onnan is. És ugye... Egyszerűen annyi mindent kell csináljak, és tiszta egyedül, és az mellett ugye még kell egyek, főzzek. Még... ugye mindent, abszolút mindent egyedül kell csináljak. Pénz nagyon kevés jön be most már. Nagyon vékonyan élek. Pénz csak akkor lesz, mikor eladom a tanyát, ki tudja, a tanya el kell-e, még meg se tudom hirdetni. Csomó-csomó gond van a fejemen, és ezért nem tudom, sajnálom, de nem tudok odafigyelni nagyon így a videózásra, meg hogy csináljak még több videót erről is, arról is. Tudnék csinálni 100 videót nagy gyerekek naponta, de ez 3 hetet most beléhúzok, és várjuk meg a tárgyalást, és akkor fogom tudni pontosan, meddig maradhatok, mikor kell menjek, és ugye addig nagyjából 3 hét alatt lerendezem itt a dolgokat, de mondom, ja, lehet élőadást se csinálok most 3 hétig. Szeretném, szeretek élőadást csinálni, mert tudom, ti is meg szeretitek, de most nem engedhetem meg magamnak, gyerekek, időszüke van. Ez a 3 hét csak ilyen lesz, ennél többet nem tudok ígérni, napi egy videó. Így a nap végén egy összefoglaló. Mert mondom, nagyon oda kell most figyeljek, be kell osszam az időt, hogy a 3 hét alatt tudjak lerendezni nagy részét a dolgoknak. Mondom, valószínű, hogy lesz utána is még 2-3 hónapom. Ha 4 hónapot nem is adja meg a bíró, 2 hónapot biztos ad, mert ugye még útlevelet vissza kell kérni, jegyet kell venni, tehát dolgok tudják, hogy idő kell dolgokat lerendezni. De nem akarok semmit, tehát úgy akarom, hogy csomagok legyenek hazaküldve, kint legyen kitakarítva, bent legyen kitakarítva, lefestve, munkálatok befejezve. Úgyhogy ha ne talán valami gáz történik a tárgyaláson, akkor ne talán azt mondják, hogy Krómba visszavisznek, és ott kell megvárjam a 2-3 hét önkéntes távozást. De hát nem, nincs annak értelme, hogy visszategyenek, mert akkor tudod. Na, mindegy, csak mondom, a legrosszabbra is gondolni kell. Jó van, gyerekek. Akkor ennyi volt.